Köszöntök mindenkit, következik tehát a Football TV All-Star torna válogatott döntője. Egyre közelebb vagyunk ahhoz, hogy kialakuljon tényleg a döntő, a nagy döntő, de hát ahhoz ugye Argentinának vagy Franciaországnak meg kell nyerni ezt a mérkőzést. Hogy melyik lesz a legjobb válogatott a tavalyi év győztesei közül, az viszont ma már eldől, jön tehát ennek a válogatott tornának a döntője. Argentina-Franciaország mérkőzés, az argentinok a spanyolokat ejtették ki, a franciák pedig az angolokat, és most már house rules nélkül rendes mérkőzésen jöhet tehát a finálé. A címvédő tehát az Copa America győztes ellen, ezzel tehát a válogatott döntő, nézzük, hogy hogyan állnak fel erre a csapatok. Az argentinoknál természetesen Martínez a kapuban, Tagliafico, Otamendi, Romero, illetve Ansaldi a védelemben, ami a középpályát illeti Dybala, Acuña, valamint Lamela kapít is játék lehetőséget. Előtt a támadó hármasban pedig ott lesz majd Di Maria, Lautaro, Martínez, illetve Messi, tehát nagyon nem változott az argentinok kezdője a győztes Spanyolország elleni meccshez képest. Hamarosan megnézhetjük majd a franciák csapatát is, ugye Argentina aranygóllal nyert 2-1-re a spanyolok ellen, Dybala szerezte ott a győztes gólt, Martínez is betalált egyébként, a franciák pedig rendes játékidőben verték 3-1-re az angolokat, Griezmann duplájának is köszönhetően, de emellett ugye Benzema is betalált. Ami a franciákat illeti, Loris természetesen a kapuban, ez nem volt kérdés. A védelemben ott lesz majd Kimpembe, Pavard, Varane, valamint Lucas Hernández. A középpályán természetesen ott lesz majd Pogba, Griezmann, valamint Kanté. A támadó hármas pedig ezúttal is az Mbappé, Benzema, Dembélé trió lesz majd a franciáknál. Jöhet tehát a mérkőzés. Szokásos világos kék összeállításában Argentina, sötétkék pirosban pedig Franciaország. Elkezdték tehát az argentinok a mérkőzést, bízunk abban, hogy egy jó kis találkozó lesz, és ugye majd lesz a klubok között is döntő, ugye Ferencváros, Milán, és annak a meccsnek a győztese játszik majd ennek a meccsnek a győztesével a Football TV All-Star-tól a nagy döntőjében, ott dől el, hogy ki lesz ennek a tornának a végső győztese, amelyen egyébként idén 13 csapat indult el, de már csak egyelőre 4 maradt versenyben. Di Maria, gólhelyzetben lassan már az argentin, azonban leszerelik őt. Griezmann, Kanté kapja a labdát. Jól teszi ki a szélre, Dembélé. Dembélé jól tolja meg, és nagyon ki is emelik nekünk itt a rendezők, Messi és Benzema fókuszban a mai meccsen, nem biztos, hogy ők döntenek majd ma. Ott a beadás közben Mbappé felé, Martínez azonban lehúzta, Romero. Emiliano Martínez tényleg kirobbanó formában védett a spanyolok ellen, az ő bravúria is kellettek ahhoz, hogy Argentina tovább tudjon juthasson. Messi, gólhelyzetben Argentina, Messi lő élesszögből, és itt volt az első nagy helyzet, Loris védett élesszögből. Pavard, Pogba, Benzema, hát Messi ugye nem szerzett gólt az E-világbajnokságon, és nem szerzett gólt az elődöntőben sem, sőt a finalisszimán sem, úgyhogy jó ideje azért gólképtelen Messi az argentin válogatottban nálunk. Meglátjuk, megszakad-e ez a sorozat majd a döntőben. Dybala, hiszen ne felejtsük, ha ma nyer Argentina, lesz még egy meccse az All-Star tornán. Martínez, az viszont klubcsapat ellen, bármennyire furcsa. Kimpembe, az adja Lorisnak. A címvédő Franciaországnak azonban még mindig van esélye egy címet védeni, és hát a rossz minifoci EB, meg a rossz EVB szereplés után, azért a franciák nyilván szeretnének valami tornán jól is bizonyítani ezen a nyáron. Mbappé, jó a labda átvétele, Martínez kint a kapujából kicsit, és már visszatáncolt, Mbappé beadja a labdát, Benzema nem tudta kapura csúsztatni, Tagliafico, meg kipasszolják Acuñának. Acuña, Otamendi, az is jó még, Dybala, Martínez, ez jónak tűnik, a passz is az, Tagliafico, Hernández rajta, Tagliafico hozza még a labdát befelé, be is teszi középre, Martínez előtt a gól helyzet, Martínez még, Loris, lehúzta, Lautaro Martínez lábáról a labdát, és már rúgja fel, Pogba, Griezmann, Benzema, csak alá emelt, Messi,
Griezmann. Lamela. Messi. Kimpembe üldözi őt. Messi még. Gólhelyzetben Messi. Jó a csele. Messi még mindig. És Loris véri ezt is. Rövidre jött a lövés. Loris azonban résen volt. Jöhet a szöglet majd Messitől. Loris lehúzza. Jobban játszik egyelőre Argentína. De 0-0 az állás itt a válogatott döntőn. Messi. Jó a labda átvétele. Még mindig nála. Lamela. Messi kapja. És Kimpembe aztán a szereléssel. Romero visszakerül hozzá. Lamela. Ez is jó még. Lamela gól helyzetben. Lamela gurítja középre, és gól! Megszerzi a vezetést Messi révén Argentína. És megtört akkor az a jég. Messi gólt szerez az argentin válogatottban, és a 38. percben meg is van a vezetés így a dél-amerikaiaknak. Tegyük hozzá, hogy teljesen megérdemelten. Itt Lamela beadja, és aztán Messi meg be is tudja ott lőni a hosszú oldalon. Argentin vezetés a 38. percben. Pogba. Kimegy a labda. Dobhatnak majd az argentinok. Messi. Ansaldi. Pattant. Mbappé. Pavard. Pogba. Pogba még. Dembélé kéri ott a hosszú, Pogba azonban rosszul passzolt neki, aztán az ismétlés bele Dembélébe, ő meg lesen volt már. Vagy nem? Nem, 11-es lesz, mert Romero felrúgta Dembélét. Először azt hiszem, hogy ezt fújta a játékvezető, de nem, büntetőt kapnak a franciák. Itt Romero beleszállt Dembélébe. Griezmann a labda mögé, vele szemben pedig Emiliano Martinez. A nézzük, Griezmann belövi ezt is, mert a Anglia ellen ugye rugott. 2-11-es gólt most egyelőre egyet, de ezzel egyedít Franciaország a 44. percben. Úgyhogy Griezmann elegalizál büntetőből. Megvan az egyenlítés a franciáknak. Martinez. Kanté. Hernández. Griezmann. Benzema, és vége az első félidőnek. Argentína-Franciaország 1-1 tehát. Jöhet tehát a második félidő, amelyet a franciák kezdtek el. Argentína-Franciaország 1-1 a válogatott döntőben. Egyelőre. Tehát nincs döntés arról, hogy melyik csapat juthat be akár a döntőbe. Argentína szerzett Messi révén vezetést, és jobban is játszott Argentína, de Messi góljára végül Griezmann ugye büntetőből válaszolt. Most viszont nézzük a második fél időt. Griezmann szöglete Kimpembe felé, ezt kifejelik az argentinok. Griezmann fejjel megtolja a labdát, és ez ugye az övé. Lamela. Marad Griezmannnál. Tagliafico. Di Maria. Acuña Di Mariához. Acuña megint. Dybala. Messi. Dybala. Dybala! Fölé. Most komoly argentin helyzet volt. Loris. Rúgja ki Kimpembének. Gomez érkezett Lamela helyett. Mbappé. Pogba. Griezmann, Otamendi üldözi őt, Griezmann helyzetben, lepasszolja, jön Benzema, és nem tudja berúgni, óriási mentés. Ráadásul vissza is ment Benzemára, vissza is pattant Benzemára a labda, úgyhogy ez így kirúgás, Martinez végezte el. Óriási helyzetet húztak meg most az argentinok. A második félidőt sokkal jobban kezdi Franciaország. Ansaldi. Messi Gomezhez, ki ugye csereként állt be. Pogba, labdát szerzett Franciaország. Griezmann kapja, és helyzetben Griezmann ezt most nem tudja berúgni. 11-esből ment, akcióból nem egyelőre Griezmannnak. Martinez védett nagyot. Lefejelt labda pedig marad Argentínánál. Di Maria, ő elveszíti Varannal szemben. Az meg rossz labda. Otamendi, Acuña. Tagliafico, Dembélé megpróbálja megszerezni, de nem tudta megtartani. Benzema, ő viszont igen, marad nála, el is hozza. Griezmann középen jön, Dembélé is mögötte segíteni. Benzema megrúgják, megy tovább az akció. Pogba kapja, gól!
Megszerzi a vezetést Franciaország, 67. perc, Pogba a gólszerző. Itt elsősorban Benzemát kell dicsérni, ő volt elég harcias, ő ment oda megszerezni a labdát, ő hozta el, meg ő is passzolt a középre. Pogba viszont remekül érkezett, és a befejezés is jó volt. Franciaország fordít. Martinez a képem. Itt Benzema felrúgni sem lehet, beadja, Griezmann elengedi, és Pogba jön üresen. És ezzel megszerzi a vezetést Franciaországnak Pogba. Martinez. És hát így lehet, hogy Argentína is kiesik a Futballon TV All-Star torna küzdelmeiből. Martinez felíveli Di Mariának, aki le sem. Hernández. 70. percben vagyunk. Varane. Kanté felé. Még ő kioldalra, Dembélé. Tájafékó, Dembélé azonban megszerzi. Dembélé. Lövőhelyzet lassan. Dembélé lő, kapufa! Marad azonban még a labda a franciáknál. Mbappé. 16-oson belül visszateszi. Griezmann. Még mindig ő. Griezmann lő, gól! 3-1! És csak összejött akcióból is neki. És valószínűleg Franciaország ezzel eldönti a döntő sorsát. Griezmann Anglia után Argentina ellen is duplázik, most egy jó szériában van. 3-1 Franciaország javára. És ezzel nagyon úgy néz ki, hogy a válogatottak közül Franciaország fog bejutni a nagy döntőbe, és játszhat majd a címvédésért. Martinez. Tavaly is a franciák nyerték meg a Futballon TV All-Star tornát. Ők akkor konfederációs kupa győztesként, most címvédőként vannak itt, és lehet jövőre is ott lesznek címvédőként, mert a Griezmann ellövi, de Martinez véd. De ahhoz még egy meccset nyernie kell a franciáknak, hogy kvalifikálják magukat úgy, hogy címvédők lesznek jövőre. És Kimpembe fejel, és ezt védi Martinez. Jött Ocampos-en Szaldi helyett. Messi, Martinez, Di Maria, még Di Maria, Dembélé, elpasszolta Di Maria, Ocampos, beközépre, ott a helyzet, Loris, óriási bravúr. De Paul jött Acuña helyett, Kanté. Griezmann, Benzema és Martinez. Jól vetődött ki a labdára. Kimpembe, Kanté, Benzema, Pogba, Griezmann kéri, az is rossz volt, 2 perc a hosszabbítás. Ez letelik, és vége a mérkőzésnek. Argentina kiesik, Franciaország, tehát bejut a nagy döntőbe, miután a válogatott döntő legyőzi 3-1-re az argentinokat. A végeredmény Argentina-Franciaország 1-3.